Sziasztok, PC Guru nézők! Itt ülünk Kristoffa, Steelsync, aki új kollega, illetve a továbbiakban majd vele fogunk kimontós videókat, meg egyéb videókat készíteni. Kaptunk a Fumax-tól egy elég szép nagy csomagot, azt fogjuk kimontani és megmutatni nektek a tartalmát. Méretre elég terjedelmes. Van benne könyv és képregény, ezúttal a könyvekkel kezdünk. Ugye a Fumaxnál könyvek, képregények jelennek meg leginkább. Mindenféle kiadvány hazai szerzőktől, regények esetében például, illetve külföldiektől, illetve képregények terén pedig a mangától kezdve a Marvel szuperhősökig és DC-ig sok minden előfordul náluk. Úgyhogy ez nem a teljes kínálat, ami náluk előfordul, hanem csak egy része. A képregények terén leginkább az újdonságokat mutatjuk meg, abból sem minden, mert a Sandman-t azt például nem tudjuk sajnos, de például az is megjelen náluk, méghozzá limitált és normál kivitelben. Úgyhogy tényleg ez csak egy kis szelete az egésznek. Korábban már volt Deadpool például, Conan, abból lesz majd most megint, de remélhetőleg mindenki talál magának valót. Kristóf például leginkább a regényeket iránt érdeklődik. Ugye elsőként akkor például jöjjenek azok. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Ugye a Fumaxról azt kell tudni, hogy ők már igen sok éve oszlopos tagjai a Magyar Fantasztikus Könyvkiadásnak, és a elmúlt évek során nem egy hiánypótló vagy szintán csak nagyon jó könyv köthető a nevükhöz. És igazából most kicsit spoilerezni fogok, de amik most küldtek három kötetet, ezek is az erősebb eresztésbe tartoznak. Nézzük is meg, hogy miket kaptunk tőlük. A tőlük kapott könyvek azok kicsit becsapósak, mert ránézésre mindkettő, illetve mindhárom inkább egy ilyen young adultabb, könnyedebb irányvonalat képvisel, de ha egy kicsit a mélyére ásunk, akkor láthatjuk, hogy nagyon komoly témák is előkerülnek ezekben a könyvekben. Kezdjük itt a Oculus-szal. Ez lényegében egy disztópiás sci-fi féleség, tehát a jövőben játszódik. A főszereplője pedig egy olyan, hát hivatalosan már nem emberi lény, hanem Oculus, akit a édesapja kiskorában eladott kvázi rabszolgának, vagy annál is kevesebbnek, egy bérbeadható szemnek, aki egy vak tudós helyet lát, és helyette cselekszik lényegében. A Oculus az egy duológia, avagy kétkötetes sorozat. Nálunk itt most megkaptuk mindkettőt. Látható, hogy igen, szép vaskos kötegekről van szó, és egy kerek lezárt történetet kap az, aki megveszi. További érdekesség, hogy bár a borítón hát nem egy magyaros név látható, valójában egy magyar szerzőnek köszönhetjük a könyveket. Ő Holló Vaskú Péter, most kicsit spoilereztem, de ha valaki személyesen rendel a Fumax-tól és személyesen veszi át nálunk zuglóba, akkor esetleg még találkozhat is vele az átadás során. Sőt, igazából ez majd közelebbről is megmutatjuk, de például a dedikált példányok érkeztek így Peti által, tehát Péter az író, majd lesz egy nyereményjátékunk, egyébként majd később elmondok ezzel kapcsolatban mindent, hogyha majd valaki megnyeri a könyvet, valamelyiket a kettő közül, mert hogy lesz majd ezekből is kisorsolandó verzió, akkor a szintén majd dedikálva fogja megkapni a saját példányát. Szintén ilyen becsapós a másik kötetünk, a Kotnyeles kölykök, aminek bevallom én magam is felültem, amikor először kibontottuk. Ugyanis ránézünk borítójára, címére, akkor elsősorban egy misztikus, de fiatalabbaknak szánt regény juthat az eszünkbe, ahol fiatal kamaszok, tinédzserek összeállnak és valami rejtélyes ügy végére járnak, nagyjából úgy, mint a Scooby-Doo-ba. Amúgy, ha megfigyelhetjük, akkor kutyájuk is van, tehát ez a recept tökéletesen illik a könyvre. Csak hogy itt a szerző egy kicsit már tovább gondolta ezt az alapkoncepciót, és nem a tini nyomozócsoportnak a nyomozásába nyerünk betekintést, hanem egy tovább gondolt szituációba, ahol már mindannyian felnőttek, mindegyiknek megvan a maga nagyon súlyos problémája, tehát van, aki például halottakkal beszélget, a másik az alkoholfüggő lett, tehát igen, csúnyán szétesett az életük, és itt fognak visszatérni a gyerekkoruk színhelyére, ahol ők felgöngyölítették egy misztikus ügyet, és annak próbálnak megint a végére járni. Tehát
ugyan a kontnyeles kölykök az első illantásra egy könnyedebb, lájtosabb könyvnek tűnhet, de valójában egy horror, így is érdemes hozzá közelíteni. Egészen felkeltette az érdeklődésemet egyébként, és ezt hozzáteszem, hogy ez ugye azért kemény fedeles, és az árán nagyon nem látszik, tehát hogy 4500 forint átlagkönyvvel szerintem, főleg, hogyha megnézzük mondjuk a Hua fedeles is 5000 forint. Tehát egyébként igényes kiadvány. Ezért a könyvet legekedni fogunk a szerkesztőségbe röviden és tanulján. A első képregényünk az a Repeta, ami egyébként engem vert át nagyon, amikor a dobozt magát így megnéztük, hogy mi lesz benne. Körülbelül. Mert hogy, tehát ez egy regénynek tűnik így első ránézésre, de egyébként viszont képregény, méghozzá egy ilyen nagyon igényes kivitelben. 6000 forintért, 5995. Ezt is majd megmutatjuk közelebbről. Tehát így már azért egyértelmű, hogy mit képvisel. És a Scott Pilgrimnek az alkotójától van méghozzá. A főszereplőnek az élete az hát így nem éppen zökkenőmentes. Megvannak a maga problémája, még nem kap egy lehetőséget, hogy tulajdonképpen újra kezdjen dolgokat. Ehhez megkapja az instrukciókat, hogy hogyan oldja meg. Tehát a hibáit kell látni, meg egy gomba kapcsolódik az egészhez, és az, hogy utána aludjon ennyi. Hát egy picit meg szeretné hackelni a rendszert, azt meg ugye tudjuk jól, hogy nem mindig szeretik. Tehát, hogy egy ilyen elég érdekesnek tűnő sztori áll mögötte. Nekem kifejezetten tetszik egyébként ez a megoldás, ugye általában ilyen nagyobb méretű képregényeik vannak, a többi az már wellness, de nagyon jó pofa ez is. És akkor az egyik adag. Egyszer van egy Conan kegyetlen kardja 2, tehát ez a második kötet. Ugye a 70-es években futó sorozatot adja ki most a Fumax így nagyobb kötetekben. Kötetenként ilyen nagyjából 8 füzettel. Fekete-fehér képregényekről van szó. Ugye Conant azért nagyjából mindenki ismeri. Valahol a popkultúra része így a filmeknek, képregényeknek és a regényeknek, hát ugye alapként a regényeknek köszönhetően. Nem tudom, te egyébként olvasgattad régen a regényeket, vagy nem igazán is? De én ehhez túl fiatal vagyok. Ó, szomorú, mert egyébként nagyon érdekes, izgalmas világa van Conannek, ugye ilyen ősi istenekkel, misztikus lények, vagy mitikus lényekkel, misztikus dolgokkal. Ugye annak idején végül is a 80-as években Schwarzenegger miatt lett leginkább ismert ez a téma, mert ugye a filmek miatt. Úgymond klasszikusnak mondható filmek miatt, mozifilmek miatt, de hát a regények is rendre megjelentek Magyarországon, és a novellák minden így kötetekben elég sok. Tehát azt begyűjteni mondjuk elég jó móka. A képregény pedig ezt a vonalat követi. 6000 forintért van egyébként ez a második kötet, ebből is van limitált és normál. A limitáltnál van még egy ilyen szalag hozzá, meg plusz oldalak, de plusz borító, nagyon jól néz ki. Érdemes egyébként gyűjtőknek beruházni rá, de egyébként is Conan kalandjai szerintem megérdemlik a figyelmet, meg hát magát ezt a kiadványt is, hogy ilyen minőségbe vigye le haza valaki. Luxus kiadásból viszont van Lock and Key 2, az szintén második kötet. Ugye ez már egyébként egy befejezett képregény sorozat, sőt most már a Netflixen sorozat is készül belőle. És ugye ez Joe Hillnek a sztoria, tehát Stephen King fiának a története, tehát ő most elég sok mindenben benne van. És ebből ez a luxus kiadás. Az első kötet az valamikor tavaly jelent meg. Még a Borzongás magazinban is szerepelt. Ezt is meg közelebbről megmutatjuk természetesen. Van videóborítás.
egyébként ez 7500 forint, de ugye ez a luxus kiadás. És egy ilyen nagyon lényes, szép belső borítója van. Tehát ez már önmagában szerintem olyan, amit így az ember szívesen kitesz báróba. A sztori az egy családról szól, ennek az alak családról, akik Lovecraftba utaznak, költöznek. Micsoda meglepítés, mert ugye a sztori is ilyen, ilyen Lovecrafti történet lényegében, egy ilyen horror sztori, ahol hát megvannak a problémák, tehát valaki a kamaszkornak a nehézségeivel küzd, közben egy szörny is képbe kerül. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy a Pumaxnak általában nagyon minőségiek, főleg ezek a kemény borítót, nagy alakos képregényei. Én nem vagyok nagy képregény rajongó, de beguháztam pára például a D, mint fél bosszúra, és ez egy nagyon igényes minőségi kötet, és látszik, hogy itt se adtak alá. És hogyha már a Vendetta szóba került, hogy amit nem tudtunk bemutatni, korábban az Alias sem lett bemutatva, viszont azt most pótoljuk. Ezek már régebbi megjelenések a Fumax-tól. Két kötet jelent meg idáig. Ez egyébként a Max, tehát a Marvel-en belül a felnőtt divízióban van. Rá is van írva, hogy szókimondó szövegek, tehát egy kicsit felnőttesebb a téma. Ez egyébként szintén egy olyan sztori, amit felkapott a Netflix. Ugye azóta még sikeresebb. Eredetileg más címen is futott, tehát azóta már hozzá került, így lett teljes a Jessica Jones alias, hogy eredetileg a képregények még nem így jelentek meg. És ugye ez egy ilyen Marvel hősről szólt tulajdonképpen, aki nem volt elég jó ahhoz, hogy Marvel hős legyen. Bosszúállók jelöltként szerepelt, majd inkább nyitott egy saját irodát, aztán tulajdonképpen olyan ügybe folyt bele, ami miatt így kissé, vagy amivel kissé meggyűlt a baja. Az első 21 történet, ha jól emlékszem. Igen, az első 21 történet van a két kötetben. És hát még mindegyiket ezt is megmutatjuk közelebbről. Van az előszó, ilyen bevezető. Hát ez is azért egy ilyen nagyon igényes, főleg, hogyha egymás mellé teszünk, mindjárt kibontva. Meg azt is megmutatom. Ez is 2300 forint, illetve 5500 forint. De nem mondható egyébként, hogy ezek a kemény feladatos képregények így olcsó mulatságnak számítanak, de általánosságban mondva szerintem megéri mindegyik az ára. Abszolút. Arról nem is beszélve, hogy a könyves polcon is nagyon jól mutatnak. Már ha persze találunk, akkor a farkot, ahol befér egy ilyen A4-es égeti füzet. Főleg, hogyha mindegyiket gyűjtjük éppen. Tehát vagy ha van olyan 100-200 könyvünk alsó hangon, ez személyes tapasztalat. Nem tudom én is. Tehát, hogy azért ezek így sorban elég jól mutatnak. És akkor ugye a Fumaxnál egyébként a Marvel-eseknél külön megvan a Marvel logó. Ez a Conan, ez egy picit nagyobb, de átlagban ez a első három méret, és hát ezek azért így jól mutatnak egymás mellett. Persze nem ez a legfőbb értéke egy képregénynek. És az utolsó pedig a Mennybörgés Istene. Legalábbis elvileg, majd most kiderül. De igen. Ez a címe is, Thor, a Mennydörgés Istene, ugye szintén Marvel képregény, az jelölve is van a gerincem. Ez 7000 forint, ez teljesen új, ez most jelent meg, illetve van belőle limitált verzió is, szintén plusz borítóval mindennel, plusz oldalakkal, ez is nagyon szép, sőt kiemelkedően szép szerintem, amennyire láttam. Itt ugye Thor kutatásba fog, mert hogy feltűnik az univerzumban egy olyan különleges, rejtélyes erő, amely a halhatatlan, nagyhatalmú létformákat egyszerűen eltörli. Tehát egy elég komoly konfliktus van kibontakozóban. És most azt hiszem, 11 számot takar tulajdonképpen. Szép nyitó oldallal.
egészen egyedi rajzokkal. Úgyhogy ez abszolút új újdonság, ez a legfrissebb tulajdonképpen, illetve a Conan és a Lock & Key 2 az, ami szintén most jelent meg, és ami talán leginkább témába vág. De egyébként mindegyik ajánlható, és ezekkel kapcsolatban, illetve úgy egyébként a Fumax-szal, meg a regényekkel, képregényekkel lesz majd egy eredményjátékunk, amikor kikerült már ez a videó valószínűleg azon a héten, hét elején fog kikerülni a videó, és akkor valamikor a héten várható a nyereményjáték is. Egyelőre ez még nem biztos, tehát remélhetőleg azon a héten, aztán lehet, hogy majd ez csúszik egy kicsit, de figyeljétek a Facebook oldalunkat, mert majd ott lesz egy kép meg egy felhívás, és akkor amiket felajánl a Fumax, azokat fogjuk kisorsolni, méghozzá valamiben kapcsolódni fog majd ez a kibontós videóhoz tulajdonképpen a kérdésről, és majd ott több mindent meg lehet nyerni. Közelikben ugye megmutattuk a képregényeket, nagyjából elmondtuk róluk, amit érdemes tudni. Úgyhogy remélhetőleg egyébként ez így tetszett nektek is, illetve értékelitek ti is a képregényeket és a regényeket, nem tudom, hogy ki melyiknek inkább a rajongója, de szerintem Magyarországon azért most jelenleg a képregényeknek elég nagy reneszánsza van, tehát elég sokan. Igen, azért sok minőségi munka jelenik meg. A kínálat is nagy, meg az igényre, tehát igen. Látszódik, hogy érdekli az embereket. Szerintem a PC Guru közönségében is van bőven képregényre jogó, legalábbis általában ezt látjuk a visszajelzésekből. És hogyha már ez így a hét elején megjelent ez a videó, akkor szeretném felhívni a hétvégén leleplezett Tools számra a figyelmet. Ez ugye csütörtöktől 15-től kapható. A Bloodlines második részével a címlapon, ami egy ilyen nagyon kellemes meglepetés, mint visszatérés. Exkluzív interjúval a fejlesztőkkel, illetve sok-sok játékelőzetessel és teszttel, meg egyéb érdekességekkel, mint például viszonylag új születésnaposok rovatunk, amiben a Need for Speedről lesz szó. Ezen kívül társasjátékos rovatunk is fut tovább, illetve a hazai újságírás, gamer újságírás kezdeteiről is továbbra is leközlöm cikkeket, amikben egykoron a PC Guru, illetve egyéb magazinok életében rendkívül fontos szerepet játszó személyek szólalnak meg. Úgyhogy remélhetőleg majd ezzel találkoztok még az újságosoknál, illetve a képregényekkel is, esetleg nyeremény formájában. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Hello, sziasztok!